Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapi alkalmából azonbai származású Csiki Gábor a Magyar Érdemrend Lovak kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A Magyar Állami Operaház énekkarának karigazgatóját már egészen korán megfogta a zene. Nagyon korán történt, és ehhez a helyhez, zombához köthető. Egészen pontosan a pillanatra nem emlékszem, de Biztos vagyok benne, hogy köze volt annak, hogy egyszer elmentünk ö, családilag ö, nyaszem, nyaralni, valóban ide a környékre, és ott sétálva egy városra, most nem tudom, hogy melyik volt az a város, ö, egy kirakatban, egy ilyen játékboltnak a kirakatában megláttam egy ilyen picike és harmonikát. Egy ilyen tangó harmonika, de gyereknek való méretű hangszer volt, és én addig álltam ott, és elkezdtem sírni a kirakatban, még anyámik az összes félretett pénzükön meg nem vették. Az volt a legelső hangszerem, még ma is megvan főn szüleimnél és azon kezdtem egy picit gyakorolni magamtól a zene világában, a saját fülem után és akkor utána felvettük a kapcsolatot egy falumbéli zenetanárral, aki itt lakott zombán, de a Szexhárdi Zeneiskolában tanított, őt Füzi Jánosnak hívják. Tudomásos szerint még ma is tanít a Szexhárdi Zeneiskolában, és először itt a faluban jártam hozzá magánúton zongorát tanulni, akkor már volt saját hangszerem is, a szüleim azt is vettek, és akkor utána már hivatalosan a szexuális zeneiskolában kezdtem el zongorát, meg szófész zeneelméletet tanulni. A karigazgató pályafutása nem egyenesen a zene irányába vezetett, nem hallgatott akkori zeneiskolai tanáraira, mivel kamaszként a műszaki világ még a zenénél is jobban vonzotta. Én műszaki vonalon indultam el, még a szakközépiskolában volt egy ilyen, hogy Rózsa Ferenc szexádi műszaki szakközépiskola, ma már első a gimnáziumnak hívják, és oda felvételeztem az általános iskola után általános mechanikai műszerész szakra. De közben folytattam a, a zeneiskolai tanulmányaimat, és amikor 18 éves lettem, és el kellett dönteni, hogy hova tovább, menjek el dolgozni a műszaki vonalon, például a szexádi műszergyárba, vagy esetleg a zenével foglalkozzam tovább, akkor pont Füzi volt az, aki meg hogy ö, próbáljuk meg a Zene Akadémiát, innen a Rózsa Ferencből, és ez sikerült is a karvezetés szakra, és akkor ott öt éven keresztül karvezetést tanultam, ö, a kórusok vezénylését, betanítását, egyáltalán az egész kórus kultúrát, meg valamennyire énekelni is. És ö, aztán az operaházba kerültem, amikor a Zenakadémiával végeztem, de nem ö, karnagyként, hanem énekesként. Tehát a kórus tagja voltam 20 éven keresztül, emellett számtalan közép- és főszerepet is elénekelettem az Operaházban vagy az Erkel színházban de közben az énekesi pályám alatt azért a színház időnként használta a karnagyi képzettségemet is, tehát a kórussal is foglalkoztam, nem csak kórus tagként, hanem karnagyként is bizonyos szólamok betanításában, szólam vezetőként. És aztán erre a karnagyi pályára való visszakerülés ez egészen pontosan 2017-ben következett be, amikor volt egy szerencsés találkozás a vezetőség elképzeléseivel, meg a saját elképzelésem továbbiakkal kapcsolatban befejeztem az éneklést, azt mondtam, hogy nekem 20 év után ennyi elég volt az éneklésből, és visszatérnék az eredeti szakmámhoz, és akkor kijöttem az énekkarból, és karnagya lettem az Aparaház énekkarának. Ez egy olyan fél évig tartó időszak volt, és utána adódott a lehetőség, hogy a, a kórusnak a vezetője legyek karigazgatóként 2018. januárjától. Gábor életében a zene 8 éves kora óta kiemelkedő helyen szerepel. Egy kórust irányítaná, tehát azt tudni kell, hogy az énekar a 160 tagú. Azért Magyarország legnagyobb létszámú professzionális énekkar. Erre szükség is van, mert ö, ö, egészen a mostani időponti két év, vagy három színházban folyamatosan játszottunk, tehát kell is ennyi ember. Ez rengeteg produkciót jelent. Ennek a 160 embernek és ennek a sok-sok színházi produkciónak a koordinálása ö, Elsősorban jelentős administratív szervezési feladat, reggeltől estig jár az eszem, és nagyon nagy felelősség is, mert gyakorlatilag amihez a kórusnak köze van, ahhoz nekem is köze van. Ne közben van egészen, most mondok egy banális példát, tehát a cipőméretek, vagy az, hogy ki milyen jelmez hordjon, vagy egy adott produkcióban, kire milyen jelmez kerüljön, az mind az én hatásköröm, nekem kell kitalálni a próbatervet, az, hogy ki melyik produkció, produkcióban van. Ez egy folyamatos előre gondolkodás, napi szintű szervező munka. Akár egy, egy hetes táblatban, akár fél éves, egy éves, vagy akár két éves táblatban is az operaház nagyon előre tervezi a műsorát. Ez az, hogy mondjam, a, a menedzseri feladatok a teszi ki. A másik része a zenei, kóruspróbák tartása, a produkcióknak a felkészítése, a tanulási folyamatok elősegítése, hiszen operában ugye fejből kell megtanulni a darabokat. Ez is egy hosszú távú előre tervezést feltételez, mikor melyik darabot próbáljuk, melyik énekkarral illetve az énekarnak melyik csoportjával. Tehát ez egy nagyon összetett feladat, és hogy ebben hogyan illeszkedik bele a, a zene. Hát bármennyire is, ahogy említettem, műszaki területről indultam, a, a, zene gyakorlatilag 8 éves koromtól meghatározó része az életemnek. A zenének Elég sok területén foglalkoztam jazzzel és könyvzenével, vagy mondtam, opera énekléssel, klasszikus zenével, szimfonikus zenével, mindennel. Ennek gyakorlatilag egyik eleme sem hullott ki az elmúlt 25 évben. Nem tudom, hogy meg tudnék e lenni zene nélkül, amellett, hogy ugye a zenével foglalkozom, tehát csinálom a zenét, fogyasztom is, fogyasztója is vagyok a zenének, de tényleg minden vagyok ebből a tekintetben. A karigazgató nem is gondolta, hogy eddigi munkája érdemessé teheti a Magyar Érdemrend Lovak kereszt polgári tagozat kitüntetésre. Meglepetés volt. Tehát a minisztérium értesített, de én nem számítottam arra, hogy ilyen szinten egyáltalán a minisztériumnak, az országunk legfelső vezetésének rálátása van arra, hogy a országunk kulturális életében kik azok, akik tevékenykednek és milyen munkát végeznek. Meglepetés volt, nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. Elsősorban azért, mert magán a diátod ünnepségen szembesültem azzal, hogy kik azok, akik ezt a díjat kapják, nagyon sokan. Tanárok, egyetemi tanárok, egyetemi agynyújtósok, kutatók, tudósok tömkelege, olyan emberek, akikről nem feltétlenül tud a hazai közvélemény, de az ott elhangzottak alapján megállapíthat, hogy a maguk kutatási területén elképesztő tudásra tettek szert, és nagyon nagy uh, mondjam, haladást értek el azon a, a szakterületen. Én nem tudom, hogy ehhez méltó uh, vagyok-e. Bizonyára, akik ezt a díjat megítélték, azok úgy gondolták, hogy az operaház énekkarának uh, fejlődésére, vagy egyáltalán a köztudatban helyezéséért tettem valamit az elmúlt öt évben, ami nem egy nagy idő. Operaházi viszonylatban 20-25 év alatt szoktak ilyen folyamatok beérni, vagy legalábbis 10 év alatt. Én nem tudom, hogy 5 év alatt ez sikerült-e, hogyha így gondolják ezt a döntéshozók, akkor ez nagyon megtisztelő számomra.